Hol látjátok, gyönyörű? Mutatom. Sziasztok, itt vagyunk a Hét Színvirág óvodában, ahol a Zöld Óvoda bázis intézményi program keretében a megye óvonői látogattak el ide Ajkára. Itt van mellettem Horváth Zsuzsanna óvoda vezető helyettes. Őt kérdezném, hogy mit kell tudni erről a programról? Hát ez a program a Zöld Óvoda bázis intézményi működés keretében a hungarikumokkal foglalkozik. Ma négy óvodai van, ennek a témakörnek a kifejtése okán különböző tevékenységet láthatnak a megye óvoda pedagógusai, akik Kalimbától, Veszprémen át, Pápán és Nagyvázsonyig bezárólag érkeztek az óvodánkba. Közel 40 fő látunk vendégül a négy óvodai csoportunkban. Négy csoporttal készültek. Ebben a csoportban jelenleg a szövést gyakorolhatják a gyerekek. Én úgy látom, hogy itt már nem először csinálják ezt, gyakorlott kezek szövik a szőnyeget. Igen, mint minden csoportban alapvető sajátosság, amit az óvónéni szeret és tud, azt profi szinten adja át a gyerekeinek, akikkel nap mint nap bánik. És a kolléganő a térbeli vizuális Irka Filipa tehetségműhelynek is a vezetője, akinek szívügye a gyerekeknek a finom motorikájának a fejlesztése, szemkész koordináció fejlesztése, és minden eszközt és módot megragad ahhoz, hogy a gyerekeknél ezt a képességet megfelelően fejlessze. Szereti ezt a munkát, és láthatóan a gyerekek is szeretik csinálni. És az óvoda nagy hangsúlyt fektet a hungarikumok megismerésére? Valójában az alapprogramunk határozza meg számunkra, hogy a gyerekeknél már óvodáskorban olyan érzelmi attitűdöt kell kialakítani, ami elmélyíti a nemzeti hovatartozásuk érzését, a magyarság iránti szeretetüket, és azt, hogy tudják, hogy nemzeti identitás tudatuk alakuljon, hogy ők magyar gyerekek, és ismerjék és legyenek büszkék a magyar értékekre. Ezt óvodáskorban a nekik való tevékenységi formákon keresztül, a mai napon is négy csoportba, de egész hét folyamán, egy téma hét folyamán minden nap mutatjuk a gyerekek számára, közel visszük hozzájuk, és nekik felfogható módon bővítjük ismereteiket ebben a témában. Köszönjük szépen, és akkor nézzük meg, mit csinálnak a gyerekek. Így van, hungarikumok hetában, és most neked minden magyar lesz. Nagyon szép. Pont a legjobbkor, hiszen jön a március 15-e. Így van. Na. Ki csinál kokárdát? Tessék. Azt még nem tudtok szőni? Dehogy is nem, kokárdát készít. Hoppá, az nem is pók lesz, ez kokárda lesz. Ez az első kokárda, amit csinálsz? Igen. Komolyan? Hát ez több szép lesz. Nekem is csinálsz egyet, és majd akkor a jövő héten eljövök érte. Oké. Komolyan, tényleg csinálsz? Tényleg. Esküszöm, fel fogom venni március 15-én, hogyha csináltok nekem. Te is csinálsz nekem kokárdát? Komolyan? De jó, nekem mennyi kokárdám lesz március 15-én? Én is csinálok neked. Húha! El leszek látva hosszú évekre kokárdával. Ez nagyon szép, amit te csinálsz. Tudom, mert én is főnyelem. Tudod. Neked is tetszik? Akkor egy zöldet csinálok majd. Kap hozzá pirosat is az óvónéniktől? Először fehéret. Először fehéret? De várjál, ez most zöld-fehér-piros lesz, nem? Nem. Biztos? Dehogy nem. Hát de a zölddel kezdted. Igen, nem baj. Az benne jó, hogy meg lehet fordítani, mi? Igen. Tudom én. Az biztos. És mindjárt lesz belőle egy nagy magyar. És te jó irányba csinálod a kokárdát? Én sose tudom ám, hogy honnan kell indulni, és képzeld el, mindenki összekeveri. Az óvonénik biztos tudják, úgyhogy te biztos jó irányba csinálod. Kaptok még pirosat. Kapsz még pirosat, igen, pillanat.
Valaki segítsen. Kutor a kokárdát, látod? Megyek, drágám, tetszik? Megyek. Tudod, köszönsz anyának, biztos nézi az adást. Szia anya, én vagyok a Bálint, Dávid, Laci, hogy jól van? Fogai Mór Santiago. Micsoda? Fogai Mór Santiago. Az a te neved? Nem. Az övé. Santiago, nekem Fogai Mór Santiago. Milyen szép nevetek van. Mert különleges. Különleges, igen. És ez mi lesz? Ez is kokárda? Nem, pók. Pók. Nemzeti színű pókháló. Mert innen, hogyha itt van a tanul, akkor innen legyen be a felvető szálak között. Akkor ti gondolom szerettek ebbe az óvodába járni nagyon. Hát ebbe az óvodába én is szeretnék járni, ahol ilyen kedves óvónénik vannak. Mert a jobbról balra a felvető. Nem is tudom, az hányas óvoda, talán 8-as óvoda, vagy 6-os óvoda? Kaphatsz kidossat. Te is kokárdát készítesz. Tudod, hogy hol van a gimnázium? Nem. Nagyon szépen. Jól lesz. Ügyes vagy. Jól lesz. Yeah. Integes anyának. Hogy szia, anya! Légy szíves, elszakad a vonal. Oda kell, vigyázz, köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!